hol volt, hol nem volt. Szórakoztató tanmesék. A cserépedény. Kínában egy vízhordozónak volt két nagy cserépedénye. Annak a botnak egy-egy végén lógtak, amit a nyakában hordott. Az egyik edényen volt egy repedés, míg a másik tökéletes volt, és mindig egy teljes adag vizet szállított. A pataktól a házig tartó hosszú séta végén a megrepett edény már csak félig volt vízzel. Két teljes évig ez így ment, minden nap a vízhordozó már csak másfél edény vizet szállított vissza a házba. Természetesen a tökéletes edény büszke volt a teljesítményére, hisz tökéletesen csinálta. De a szegény, törött cserép szégyelte a tökéletlenségét, és nyomorultnak érezte magát, hogy csak fél annyit tudott teljesíteni. Két év keserűség után egyik nap megszólította a vízhordozót a pataknál. Szégyellem magam, mert a víz szivárog egész úton hazafelé. A vízhordozó így válaszolt a cserépnek. Észrevetted, hogy a virágok az ösvényen csak a te oldaladon teremnek? És nem a másik cserép oldalán? Ez azért van így, mert én mindig tudtam a te hibádról, és virágmagokat szórtam az ösvénynek erre az oldalára. Minden nap te locsoltad őket, amíg visszasétáltunk. Két éve én leszedem ezeket a virágokat, és az asztalt díszítem velük. Ha nem lennél olyan, amilyen vagy, ez a gyönyörűség most nem díszíteni a házamat. Tanulság. Mindannyiunknak megvan a saját különleges hibája. Mi mindannyian törött cserépedények vagyunk. De ezek a törések és hibák, amik mindannyiunkban megvannak, teszik az életünket olyan nagyon érdekessé és értékessé. Csak el kell fogadnunk mindenkit olyannak, amilyen, és a jót meglátni másokban. Az vagy, ahogy gondolkodsz. Ha többet akarsz az élettől, gondolkozz máshogy.